Öt témában született döntés a szerda délelőtti képviselőtestületi ülésen. Elsőként a helyi építési szabályzatot módosították. A 2022. április 28-ai határozattal indították el a híz felülvizsgálatát Gyula teljes területére vonatkozóan. Béres István főépítész kiemelte, a készítésének lezárása után azért indított el az önkormányzat a módosítást, hogy újabb lakossági kérelmeknek adjon lehetőséget. A folyamat azért ö, lett ilyen hosszadalmas, mert folyamatosan újabb és újabb a városvezetés által támogatható kéréseket fogadtunk be, viszont ezt a folyamatot le kell zárni, hogy akik erre a módosításra várnak, azok meg. Ö, Kapják azt a lehetőséget, hogy az építési engedélyezés során már módosított szabályok alapján kaphassanak engedélyt. A második előterjesztés Gyulaváros Egyesített Tovodája intézményvezetőjének illetményéről szólt. Az országgyűlés elfogadta a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt, amely többek között az illetmények emelését is tartalmazza. A pedagógusok idei munkabérét is módosítani kell úgy, hogy a garantált illetmény és az ágazati pótlék együtt elérje a törvényben rögzített minimumot. Kinek milyen összegű emelésre tesz javaslatot az intézmény, azt intézményvezető asszony fogja közölni az érintett óvodapedagógusokkal szeptember 15-éig, viszont Makráni Gonkötő Zita intézményvezető asszony munkáltatói, feletti munkáltatói jogokat a képviselőtestület gyakorolja ezért a képviselőtestületnek kell az illetményelevé emelésével kapcsolatos döntéseket meghozni. Külterületi utak fejlesztéséről szóló pályázat megvalósításáról is döntött a Grémium. A beadáskor az Ukrinyános utcán egy közel 1 km hosszú aszfaltút kiépítése, a Seregély utcában 500 méteren egy útalap készítése, az Otlakai dűlőn, a Bicerei kertekhez vezető dűlőn, valamint a Posteleki úton pedig szintén útalapok, szortköves utak kiépítése szerepelt a seregi utca esetében villanyoszlopokat kellene áthelyezni, de a jövőben más forrásból járhatóvá teszik ezt a felületet is. A Sándor-hegyen lévő 0273 per egy számú közlekedési út felújítása felel meg a pályázat kritériumainak teljes mértékben, tehát ezt tudjuk a seregés dőlő helyett a pályázatba beiktatni. Egy feltételes közbeszerzési eljárás lezajlott, és megkötése került a szerződés az ajánlattevővel, azzal a feltétele, hogy a támogató okiratot a, a módosítanunk kell, és utána, utána lép hatályba a szerződés. Már zajlik a Rosó utca építése. A beruházás négy ütemben zajlik. Az első az ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték létesítése és a zárt vízávezető rendszer kiépítése. A második az útépítés, valamint a villamoshálózat átépítése, a közvilágítás kiépítése. A harmadik beruházási elem a 44-es számú főút felőli csatlakozás kivitelezése. A negyedik ütem során pedig távközlési alépítményeket kell létrehozni. Görgény Jernő kiemelte, a pályázatban rendelkezésre álló forrás nem fedezi teljes egészében a kivitelezési költségeket. Korábban idén júniusban a testület 126 millió forint pályázaton kívüli forrást biztosított, most még további 43,5 millió forint bevonására van szükség. Az ötödik napi rendi pontban az idei évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet módosították. A szabadeszközök éven belüli lekötését fogadták el, amelyek több millió forint kamatbevételt hozhatnak az önkormányzatnak.